Laggolnak a játékokagépeden és szeretnéd gyorsabbá tenni. Vagy ha egy teljesen új számítógépet vásároltál, ami nincsen Windows, akkor érdemes lenne feltelepíteni rá. Ebben a videóban bemutatom, hogy én hogyan szoktam Windows telepíteni a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben. Menj fel a legelső linkre a leírásban, itt a Windows 11 letöltés linkjét találod. Itt három opciónk van, nekünk se az első, se a második nem felel meg, csak a harmadik. Itt válasszuk ki a Multi Edition-t, majd Download. Majd ki kell választani a rendszernek a nyelvét, amit szeretnénk használni. Nekem ez most angol lesz, English United States, de persze itt van magyar is, ha te azt szeretnéd. Itt is van a letöltési link, ugye ez 64 bites, a Windows 11 az már csak 64 biten érhető el, 32 bitet már nem támogat, ha Windows 10-et telepítesz, akkor ott megtalálod a 32 bitet. De ezt most kimentem az asztalra, jó lesz az ott, és mindjárt le is tölti. Amíg tölt a Windowsunk, addig töltsük le a Rufust is. Ez a program arra fog kelleni, hogy az ISO fájlt azt rámásoljuk egy telepítő pendrive-ra. Azért nem a Media Creation Tool-t fogjuk használni, ami a Microsoftnak a hivatalos eszköze, mert a Rufusban sokkal több beállítási opciónk van. Ha megvan a Windows és az ISO fájl, akkor dugjunk be a gépbe egy pendrive-ot. Fontos, hogy a pendrive-ról mindent mentsetek le a folyamat előtt, mert el fog veszni a pendrive teljes tartalma. A Rufus egyből felismerte a pendrive-ot, itt van 16 GB-os, válasszuk ki neki az ISO-t. Itt is van ugye nekem az asztalon. Ha kiválasztottuk, akkor itt nyomjunk rá a Start gombra, semmit nem kell innen módosítani. Ha rányomunk, akkor itt Windows 11 alatt kiír pár érdekes opciót. Ugyanis a Rufusban el lehet végezni pár beállítást, amit a telepítés közben nem lehetne. Ezek itt alapból be vannak pipálva, az első opció eltávolítja nekünk a 4 GB RAM-os, a Secure Boot és a TPM 2.0-as követelményeket. Ha másodikat bepipálva hagyjuk, akkor nem kell nekünk Microsoft fiókkal rendelkezni ahhoz, hogy a telepítésen végigmenjünk, ezt mindenképpen bepipálva hagynám. Ez a kettő most igazából felesleges, az utolsót nyomnám még itt be, hogy annál is kevesebb beállítást kelljen elvégeznünk, na de okézzük le, és el is indul a folyamat. Ha ez lefutott, akkor fontos, ments le minden fájlt a gépedről, pontosabban a C-meghajtóról, mert ami ott van, az el fog veszni. Ezen kívül szükséged lesz még a gépedhez kellő driverekre, de ebben nem nagyon tudok segíteni, mert valószínűleg nem nagyon olyan géped van, mint nekem. Ami az alaplap gyártó oldaláról kelleni fog neked, ez a chipset driver, a hangkártya driver, valamint a LAN driver, és ezen kívül még a videókártyának a drivere, amit nyilván a videókártya gyártó oldaláról tudsz leszedni. A driverek egyből kelleni fognak majd a telepítés után, úgyhogy ezeket másold rá mondjuk arra a pendrive-ra, amin a Windows van. Ha a telepítés után szeretnél egy kis időt spórolni és gyorsabbá tenni a gépedet, akkor töltsd le az Extreme Shell-t, ott lesz a link a leírásban, én fejlesztettem. Töltsük is le, majd másoljuk a driverek mellé ezt a telepítőt. Egy kis érdekesség. Tudtad azt, hogy a YouTube be van tiltva Kínában? Tehát onnét ezt a videót sem nézhetnéd meg. De nem kell ennyire messzire menni ahhoz, hogy bármilyen tiltásba beleütközzünk. Itt Magyarországon is vannak például olyan sorozatok, amiket nem lehet megnézni a Netflixen. Velem ez jó párszor megtörtént már, de szerencsére, mint mindenre, erre is van egy megoldás. Ez pedig nem más, mint egy VPN használata, ami ezen kívül is számtalan előnnyel jár, úgyhogy milyen jó, hogy a Surfshark VPN támogatta ennek a videónak a létrejöttét. A Surfshark teljes biztonságot ad a böngészésed közben. Hiába használsz inkognitó módot, az nem ér semmit. Adhatsz magadnak egy virtuális tartózkodási helyet, amit weboldalak látni fognak, rengeteg ország elérhető, ezek között pedig kettő kattintással tudsz váltani. Vagy egy VPN-nel akár még olcsóbban is vásárolhatsz. Ha megláttál valamit itthon, de külföldön az adott termék olcsóbb, akkor csak használd a Surfsharkot, és az adott termék már is repülhet a kosárba az alacsonyabb áron. A Surfshark előfizetésed mellé kapsz még egy komplett csomagot is, ami nem más, mint a Surfshark van. Ez segít abban, hogy az adataidat még nagyobb biztonságban tudhasd, és vírusmentesen tartja az eszközeidet. Szeretnél biztonságosabban böngészni, több mindenhez hozzáférni, vagy akár még olcsóbban is vásárolni? Amennyiben igen, a leírásban hagyok egy linket a Surfsharkhoz. Mindenképp nézd meg, ugyanis intéztem nektek egy 83%-os kedvezményt, valamint 3 hónapot ingyen kaptok az előfizetés mellé. Milyen rossz is lenne az, hogyha ezt a videót nem tudnád végignézni, mert itthon tiltva lenne a YouTube. Ha lementettél mindent és megvan a telepítő pendrive, akkor bootolj be a gépet BIOS-ába vagy a boot menüjébe, és választ ki ott a pendrive-ot. És ha ez megvan, akkor már is valami ilyesmit kell látnod, hogy tölt a telepítő. Nagyon fontos, telepítés előtt még gyorsan húzd ki a netkábeled. Itt ki lehetne választani a nyelvet, nem fog nekünk kelleni, teljesen mindegy, hogy itt mit adsz meg, és kattintsunk a nagy telepítés gombra, más itt nagyon nincs is. Itt meg lehetne adni a Windows termék kulcsunkat, de itt mindenkinek azt javaslom, hogy nyomjatok itt a nincs termék kulcsom opcióra, hogy ezt később a rendszeren belül adhassuk meg, vagy ha már a gépet korábban aktiválva volt egyszer, és csatlakozva az internetre,
akkor automatikusan aktiválni fogja magát még egyszer. Itt vannak a Windows kiadások, azt vedd azt, amelyikhez neked licenszed van, vagy amelyiket szeretnéd használni, nekem ez a Windows 11 Pro lesz, majd next. Innen nem a frissítés, hanem az egyéni opció fog kelleni, itt pedig megtalálhatjuk a partíciókat. Ez valószínűleg nektek nem így lesz, mivel az én gépemen soha nem volt még Windows, sőt semmilyen operációs rendszer. A teljes 120 GB-os merev lemez itt szabadon van rajta és nincsen formázva. Ha volt már korábban Windows a gépeden, akkor ott még sokkal több partíció is lesz, de ott csak azt a drive-ot kell kitörölni, ami korábban a C meghajtó volt, vagy amin volt a rendszer. Ez a kettő itt csak a pendrive, amin a telepítő van, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni, de itt most nyomjunk a next-re, nekem itt egyszerű dolgom van. Majd elindul a telepítés, ez igazából pár perctől néhány óráig is eltarthat, attól függően, hogy milyen gyors a géped, SSD-re vagy HDD-re telepítesz, a processzortól is függ, úgyhogy ezt várd meg. Ha a telepítőnek ez a szakasz a végig ment, akkor a gép újra fog indulni, és a telepítés folytatódik, de már nem a pendrive-ról. Ha valami ilyesmit látsz, akár Windows 10, akár Windows 11-en, ezen most végig kell menni, válaszolj a kérdésekre. Billentyűzet kiosztás, nekem itt most legyen a magyar. Itt megkérdezi azt, hogy biztos nincsen internetem, mert látja, hogy nincsen csatlakoztatva a netkábel. Hát, nincsen. Itt még egyszerűen nemleges válaszra kell kattintani. Ma adjunk meg egy felhasználó nevet, amit a fiókunk használjon. Itt meg lehet adni jelszót, ha nem szeretnél megadni, akkor csak nyom üresen egy Entert. Mindenképpen állíts be egy jelszót a saját gépedre, én csak azért nem raktam most be, mert ez egy virtuális gép, amit a felvétel elkészítése után ki fogok törölni. Ha már az asztalt látod, akkor kezdheted a driverek telepítését, amik a pendrive-on vannak. Kezdj a chipsettel, majd a videókártya és az összes többi. Ha driverek megvannak, akkor bedughatjuk a netkábelt, hogy felmehetünk a wifi-re és telepíthetjük az Extreme Shell-t. Ha itt vagy a programban, akkor töröljük le a felesleges programokat, mert a Windows a telepítés után mindig teleszemeteli a rendszert, itt láthatjátok, hogy rengeteg minden felesleges dolog van itt. Ezektől a Start Deep Loading gombbal mind megszabadulhatunk. Ha lefutott a Deep Loading, akkor láthatjuk, hogy néhány program azért megmaradt, sajnos nem mindent lehet scriptekkel letörölni, úgyhogy töröljük le azt manuálisan, ami nem kell. Tiltsuk le még a reklámokat, az adatgyűjtést, a Cortanát is tiltsuk le, beragadó billentyűket. Majd innen még van lehetőség böngészőket letölteni, van Chrome, Firefox, Vivaldi, Brave és Opera GX, legyen most az én esetemben ez egy Firefox. Le is töltött a Firefox, itt van a parancsikonja, meg is tudjuk persze nyitni, majd innen már bármilyen programot letölthetünk, azokat is ugye, amiket nincsenek itt. Ha többi funkcióját is szeretnéd használni a programnak, akkor ehhez linkelek egy videót oda az i betűhöz, mindenképp nézd meg. Ha ez megvan, akkor még javasolnám azt, hogy a frissítéseket, amik itt vannak, azokat töltsd le, mert jó, hogyha ezek megvannak. És hát akkor a telepítés végére is értünk, szeretném megköszönni nektek azt, hogy ezt a videót végignéztétek, valamint a Surfshark-nak a támogatást. A leírásban lévő linken megtalálható a 83% kedvezmény, valamint az ajándék 3 hónap. A következő videóban találkozunk, én Andris voltam. Sziasztok!